A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Egy évvel ezelőtt itt ültünk, hogy elindul a másodosztályú bajnokságban a DVT-nek a Replabla csapata. Nagyon-nagyon sok év után, a 60-es években megszűnt a női Replabla szakosztályunk. Akkor azt a célt fogalmaztuk meg, hogy mindenféleképpen szeretnénk már az első évben feljutni az első osztályba, és hát nagy öröm számomra, hogy ez sikerült is, tehát teljesíteni tudtuk azt, amit magunk elé tűztünk. És idén nyilván az a feladat, hogy az első osztályban is megállja a csapat a helyét. Az volt a koncepciónk már tavaly is, hogy elsősorban miskolci nevelési játékosokra építünk, és így amikor az idei évnek a keretét elkezdtük tervezni, akkor egyértelműen arra törekedtünk, hogy azokat a lányokat, akik a korábbi röplabdában tapasztalható nehézségek miatt elhagyták Miskolcot, azok vissza tudjanak jönni, és itt a DVTK színeiben tudják tovább építeni a karrierjüket. Ezt örömmel mondhatom, hogy sikerült is. Ugye három játékost is sikerült visszacsábítanunk komoly csapatoktól. Ugye ketten itt ülnek mellettem, Betty és Eszter, és még a Sitkei Marci, ugye, aki szintén Kaposvárról érkezett haza, ugye, hozzánk a csapathoz. Úgyhogy most már én úgy gondolom, hogy egy olyan komoly és tényleg miskolci gyökerekkel rendelkező csapatot, miskolci kötődésre rendelkező csapatot sikerült összeállítanunk, akik remélem, hogy sokan kijönnek majd és szurkolnak nekik a csarnokban. Úgyhogy én magam részéről a lányoknak és Sanyinek is nagyon sok sikert kívánok, és tehát azon leszünk, hogy minden feltételt meg tudjunk teremteni annak érdekében, hogy a csapat még előrébb lépjen a továbbiakban. Hát 5. hete folyik a munka így a szakosztályon belül, főleg itt a felnőtt csapatban. Ugye, ahogy Tamás is mondta, az külön öröm számomra, hogy a létszám az kibővült, és most már itt a kezdetektől tudunk olyan edzéseket tartani, ahol versenyszituációban is tudnak a lányok edzeni. Hát az első 4 hétben inkább a kondicionális képességek fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt, folyamatosan labdáztunk azért mellette, és a múlt hétvégén voltunk először úgy, hogy csapatként játszottunk palotai tornán és Gödöllőn játszottunk egy ilyen felkészülési tornát. Ezek még, ugye ezekből messze menő következtetés levonni nem lehet, elsősorban az volt a lényeg, hogy minden játékos, aki itt van, pályára tudjon lépni, és éles helyzetben bizonyítani, hogy jelenleg hol tart a felkészülésben. Hát külön öröm volt számomra, hogy tehát tényleg egyik tornán is szinte egy csapat, a másik tornán is egy csapat felváltva tudott játszani például a szombati napon, és úgy gondolom, hogy így ha bármilyen probléma adódik esetleg itt évközben, vagy mérkőzés közben, én úgy gondolom, hogy bátran lehet nyúlni majd a játékosokhoz. A folytatásban hétvégén fogunk menni Rimaszombatra egy felkészülési tornára, ott 50 éves a Rimaszombati röplabdaklub, és ott fogjuk képviselni majd így a magyar színeket, ahol lesznek extraligás és ottani NB1-es és NB2-es csapatok. Tehát így, hogy megyünk bele a versenyidőszakba, tehát még 3 hetünk van az első komolyabb mérkőzésig, bár már a jövő héten Magyar Kupa mérkőzést azt fogunk játszani a Palota csapata ellen. Én úgy gondolom, hogy egyre jobban össze fog rágózódni az a mag, és az a csapat, akit úgy elgondoltunk, hogy ki az, aki lehet ott a kezdőbe, és hát szeretném úgy adni a lehetőségeket is itt a lányoknak, hogy bárki bármikor bevethető legyen majd itt a szezon folyamán. Hát én amúgy először is nagyon örültem, mikor a Diózsér megkeresett, mert hát már vágytam haza, főleg a játék lehetőségek miatt, ugye fiatal vagyok, és itt úgy gondoltam, hogy ez egy kezdődő szakosztály, itt lesz lehetőségem játszani, és évekre sokáig tudok majd itt lenni. Szerintem a csapatnak mindenképpen az a célja, hogy minél stabilabban bent tudjunk maradni az NB1-be, minél több meccset nyerjünk, hazai pályán szerintem mindegyik csapat ellen lesz esélyünk, idegenben meg megpróbálunk minél több bravúrt összehozni.
Én is mindenképp szerettem volna már váltani Jászberényből, érkeztem, nagyon jó lehetőséget ajánlottak innen, úgy gondoltam, hogy szerettem volna hazajönni is, igazából már hiányzott ez a hazai légkör. 3 évet töltöttem innen távol, nagyon sok pozitívumot hallottam innen, amikor beszéltem az elnök úrral is. Aztán úgy gondoltam, hogy hazajövök én is, főleg a játék lehetőség miatt, szeretném segíteni én is a csapatot, és úgy gondolom, hogy nagyon jól haladunk e felé. Minden feljutó csapatnak az elsődleges célja az, hogy ne fenyegesse a kiesés veszélye a szezon végén. Én úgy gondolom, hogy erre minden esélyünk megvan, mert tényleg egy jó csapat mix alakult ki tapasztalt játékosokból és fiatalokból, tehát úgy gondolom, hogy ez rendben van. Úgyhogy abszolút az a cél, hogy stabilizálódjunk, belenőjünk a NB1-be, és utána remélem, hogy egy picit bátrabb célokat is kitűzhetünk már a következő szezontól.